ennek a templomnak az újraszentelési évfordulója volt. 30 évvel ezelőtt kapták vissza a sok évtizedekig bezárt templomot, ami nagyon tetszik nekem, hogy 1933-ban épült föl. Ugye az egyházközség már vagy 200 éve él itten. Minden esetre a templom abban a szép jubileumi évben épült, amikor az Úr Jézus halálának 1900 éves évfordulója volt éppen. És ugye, mint a legtöbb helyen, a Hruscsovi éra elején, ha jól emlékszem, 59-ben, 60-ban bezártak több templomot itt Kárpátalján. Érdekes ez, sokan azt gondolják, hogy a sztálini időben, de nem, itt Kárpátalján csak egy templomot zártak be a sztálini időbe, Őrdalmán, különben az összes többi még működött, 59-ig, 60-ig. És azóta bezolt zárva, az utolsó évtizedben, ha jól emlékszem, temetési szertartás már lehetett itt végezni. Minden esetre 30 éve megtörtént a csoda, és az emberek imáját az Úristen meghallgatva visszaadta az állam ezt a templomot. Azóta 30 év alatt, hát csak a drága jó Isten tudja, hogy mennyi sok áldás áradt rá az egyházközségre, az emberekre ezen a templomon keresztül. Össze is kell szedni majd, hogy hány pap dolgozott itt ez alatt a 30 év alatt, és milyen sok gyermeket kereszteltek itt, mennyi sok esküvő történhetett ebbe a templomba, és természetesen az Isten igéjének hallgatása, az Úr Jézussal való titokzatos, de valóságos találkozások, hiszen a templom az Úristen háza. Reméljük, hogy a következő időben, amely most eléggé nehéznek tűnik, sok szempontból is, az Úristen biztos, hogy velünk marad, és nem szabad elcsüggedni, bízni kell ő benne, hogy ezt a válságot is, ezt a többszörös, sokszoros válságot legyőzze az emberek kitartása, hűsége. Hiszen ha az Úr Jézus győzött, a betlehemi jászoltól ugye a Golgotáig mutatja ezt a győzelmes életútját itt a Földön, akkor mi se ijedjünk meg, akár istáló körülmények között is, akár a kálváriai úton menet is. Templomunk, egyházközségünk védőszentje a Szűz Mária, a születésének az ünnepe, de egyébként is ünnepeljük Szűz Máriát, mai ünnep ugye a szeplőtelen fogantatás ünnepe, tehát annyira különleges az a Jóisten ajándéka, hogy Kisboldogasszony a templomnak a búcsúja, és szintén egy másik Mária ünnepen a szeplőtelen fogantatás ünnepé lett újból felszentelve. Szűz anya az mindig nagy példakép mindannyiunk számára, és azért tiszteljük őt, mert ő az emberek közül, ő az, aki a leginkább megvalósította azt, amit az Úristen megálmodott az emberről. Ő az a személy, aki ugye a mai ünnepen ünnepelve a szeplőtelenül fogant, aki az eredeti bűn és következményeitől mentes volt. Tehát aki az Isten eredeti tervét a legtökéletesebben megvalósította, és aki azóta is segíti az egyházat, akik a Földön élő embereket, az ő gyermekeit, hiszen égi édesanyánként tekintünk rá abban, hogy mi is a tőlünk telhető legjobb módon a jóra törekedve, illetve hát a gyengeségeinkkel küszködve, de a szívünk jó szándékával meg tudjuk élni azt a küldetést, azt a hivatást, amit az Úr nekünk szánt.